probléma a tengeren. Klaperton ezredes, mondta Forbes tábornok. Ahogy a nevet kiejtette, az félúton volt a horkantás és a prüszkölés között. Miss Eli Henderson előrehajolt, puha szürke hajának egy tincse az arca elé lebbent. Sötét szemének metsző tekintete gonosz gyönyörűségtől csillogott. Olyan katonás férfi! – mondta rossz indulatú célzattal, hátra simította a tincset és várta az eredményt. – Még hogy katonás! – robbant ki Forbes tábornak. a harcias bajuszát, és az arca egészen vörös lett. – Gárdatiszt volt, ugye? – mormolta Miss Henderson, bevégezve művét. – Gárdatiszt, gárdatiszt, micsoda ostobaság! Varieté színész volt az ipse! – tény. Aztán felcsapott önkéntesnek, és a szilva meg almakonzerveket számlálgatta Franciaországban. A hunok odapottyantottak egy bombát, és ő egy vacak felület is ebből a karján hazatért. Valahogyan sikerült befurakodni a Lady Carrington kórházába. Szóval innen az ismerettség tény. Az íp eljátszotta a sebesült hőst. Lady Carringtonnak meg tyúkesze van, és rengeteg pénze. Az öreg Kerington a hadi anyagellátásnál dolgozott. Az asszony alig fél éve özvegyült meg. Ez az ipse azonnal fölcsípte. A nő meg szerzett neki állást a hadügyminisztériumban. Még hogy Klaperton ezredes, bá! Horkantott fel a tábornok. Szóval a háború előtt varietébe játszott, Mondta eltűnődve Miss Henderson, próbálva összeegyeztetni magában az előkelő őszhajú Claperton ezredest és a kacagtató kuplékat énekelő vörös orrú bóhócot. Tény, mondta Forbes tábornok. A jóreg Bassington french hallottam. Ő meg a jóreg Badger Cotterill-től hallotta, aki Snooks Parker-től tudja. Miss Henderson megértően bólogatott. Hát akkor ez bizonyítást is nyert. Mondta. Futó mosoly jelent meg a közelükben ülő ember ke arcán. Miss Henderson észrevette ezt a mosolyt. Igen jó megfigyelő volt. A mosoly arra utalt, az illető értékeli az utolsó megjegyzésében rejlő iróniát. Az iróniát, amelyre a tábornok egy percig sem gyanakodott. A tábornok nem vette észre a mosolyt sem. órájára pillantva felállt, és így szólt: Itt az ideje a testedzésnek. Az ember hajón is maradjon formában. Azzal kilépett a nyitott ajtón a fedélzetre. Miss Henderson a mosolygó férfira pillantott. Jól nevelt pillantás volt. Azt jelezte, kész beszélgetésbe elegyedni egy utastársal. Energikus ember, ugye bár? mondta a kis illető. Pontosan 48-szor kerüli meg a fedélzetet, mondta Miss Henderson. – Micsoda vém kafészek, És még azt mondják, mi nők a botrányokat. – minő udvariatlanság! – A franciák mindig nagyon udvariasak, mondta Miss Henderson, és árnyalatnyi kérdés rejlett a hangjában. – Az emberke tüstént reagált is? – Belga vagyok, mademoiselle. Oh, – Ó, belga! – Erkül Poirot szolgálatára. A név valamilyen emlékeket ébresztett, biztosan hallotta már valahol. – Élvezi az utat, monsieur Poáró. Őszintén szólva, nem. Feneketlen ostobaság volt, hogy hagytam rábeszélni magam. – Utálom Lamert! Sose marad nyugton, egy percig sem. – Nos, ismerje el, most például egészen csendes. Poáró vonakodva elismerte. – Ah, c'est moment, igen. Ezért is tértem magamhoz. – és újból érdekelni kezdett, mi zajlik körülöttem. Például, hogy ön milyen ügyesen vette kézbe Forbes tábornokot. Úgy érti, mi Sanderson elhallgatott. Erkül Poáró meghajolt. A módszer, amelyel kiszedte belőle azt a botrányt. Csodálatra méltó. Miss Henderson minden szégyenkezés nélkül felnevetett. Az az utalás a gárdára. Gondolta, hogy torkán fog akadni az öreg fiúnak bizalmasan előrehajolt. Bevallom, imádom a botrányt, minél rossz indulatúbb, annál jobb. Poirot gondterhelten nézett rá. Vékony, jól karban tartott alakjára, eleven, sötét szemére, ősz hajára. Egy 45 éves nő, aki nem bánja, hogy annyinak is látszik. Eli hirtelen megszólalt. Tudom már, nem maga az a nagy detektív. Poirot meghajolt. Igazán kedves, madmazel. Nem tiltakozott a minősítés ellen. Milyen izgalmas, mondta Miss Henderson. Most is éppen a nyomában jár valakinek, ahogy a könyvekben írják. Egy bűnöző bujkál közöttünk? Vagy túl indiszkrét vagyok? Szó sincs róla, szó sincs róla. Sajnos ki kell ábrándítanom, mert a többiekhez hasonlóan csupán azért vagyok itt, hogy jól érezzem magam. Ez olyan mélabúsan mondta, hogy Miss Henderson felnevetett. Nos, minden esetre holnap partra szállhat Alexandriában. Járt már Egyiptomban? Soha, mademoiselle. Miss Henderson váratlanul felállt. Azt hiszem, csatlakozom a tábornokhoz egy kis egészségügyi sétára, jelentette be. Poirot udvariasan talpra ugrott. Miss Henderson biccentett, és kilépett a fedélzetre. Kisé értetlen kifejezés költözött poáró tekintetébe, majd ajkán halvány mosolyjal felkelt, kidugta fejét az ajtón, és körülnézett a fedélzeten. Miss Henderson a korlátnak dőlve egy magas, katonás külsejű férfival beszélgetett. Poáró mosolya még szélesebb lett. Olyan eltúrzott gonddal húzódott vissza a dohányzóba, ahogyan a teknős béka bújik vissza a páncéjába. Pillanatnyilag egyedül volt a helyiségben, de úgy vélte ez nem fog sokáig tartani. Igaza volt. Gondosan bodorított platina szőke frizuráján hajhálóval, masszírozott és diétáztatott alakján elegáns, sportos ruhával. Mrs. Klappertól lépett be a bár felüli ajtón egy olyan asszony céltudatosságával, aki mindig meg tudja adni a legmagasabb árat mindenért, amire szüksége van. John, mondta, Ó, oh, jó napot, beszél, Poirot. Nem látta john -t? A jobb fedélzetem van, madám. Ha óhajtja... Mrs. Clapperton egy kézmozdulattal visszatartotta. Elüldögél, itt egy kicsit. Azzal fejedelmilyen helyet foglalt a Poiróval szemben lévő széken. Messziről 28 évesnek látszott, most azonban mesterien kikészített arca, finoman kiszedett szemöldöke ellenére nem hogy 49-nek látszott, amennyi volt, hanem egyenesen 55-nek. Kemény, halványkék szemében összeszűkült a pupilla. Hiányoltam tegnap este a vacsoránál, mondta. Persze egy kicsit háborgott a tenger, de mó, mondta Poirot hevesen. Szerencsére én jól bírom, mondta Mrs. Clapperton. Azért mondom, hogy szerencsére, mert a gyenge szívemmel valószínűleg bele is halnék a tengeri betegségbe. Gyenge a szíve, madám. Igen, roppant óvatosnak kell lennem, nem szabad kifárasztanom magam. Minden specialista ezt mondja. Mrs. Clapperton belevágott egészségi állapotának számára legalábbis lenyűgöző taglalásába. John szegénykém egészen tönkreteszi magát azzal, hogy szinte semmit sem enged elvégeznem. Mert én olyan intenzíven élek. Érti, mire gondolok, Monsieur Poirot? hogy ne, hogyne. Folyton azt mondja, próbálj úgy tenni, mint a növények, lány, De hát nem tudok. Az életet élni kell, én úgy érzem. Ami azt illeti lánykoromban, a háborúban szinte tönkretettem magam. A kórházam Ugye, hallott a kórházamról? Persze voltak ápolóim, meg főnővéreim, meg minden, de az egészet nekem kellett irányítanom. Felsóhajtott. Az ön életereje bámulatos, madám, mondta Poáró en ahogy el is várták tőle. Mrs. Caperton lányosan felnevetett. Mindenki azt mondja, milyen fiatal vagyok. Ostobaság. Nem is próbálok úgy tenni, mintha akár egy nappal fiatalabb lennék 43-nál folytatta kisé hamis őszinteséggel, de ez sokan nem akarják elhinni. Olyan eleven vagy, edulány, hajtogatják, de hát mi más is lenne az ember, Monsieur Poirot, ha nem eleven? Halott, felelte Poirot. Mrs. Caperton összevont a szemöldökét, nem tetszett neki a válasz. Arra következtetett, hogy ez az ember viccelni akar vele. Felállt és hidegen így szólt. Meg kell keresnem john -t. Amint kilépett az ajtón, elejtette retikűjét. Kinyílt, és a tartalma szétszóródott. Poáró gálánsan a segítségére sietett. Beletelt pár percbe, mire az ajakrúzsokat, púderdobozokat, a cigarettatárcát, öngyújtót és egyebeket összeszedték. Mrs. Clapperton udvariasan köszönetet mondott, majd kivonult a fedélzetre. John! Clapperton ezredes még mindig Miss Hendersonnal társalgott elmerülten. Most megperdült és felesége elé sietett, oltalmazón hajolt fölébe. A napozó széke jó helyen áll le. nem lenne jobb, ha... Modora előzékeny volt, tele szelít figyelemmel. Világos, egy rajongó féri által elkényeztetett, körül rajongott feleség. Mis Eli Henderson úgy merett a látóhatárra, mint aki valami undorítót fedezett fel ott. Poáró a dohányzóban állt és figyelt. Rekett, akadozó hangszólalt meg mögötte. A férje helyében én kitekerném ennek az asszonynak a nyakát. Az az öreg úr csoszogott be, akit a hajón a fiatal nemzedék egymás között tiszteletlenül csak minden teaültetvényesek nagypapájának titulált. Boy kiáltotta. Egy szódás viszkit! Poirot lehajolt és felvett egy fecnit, amely Mrs. Clapperton táskájából esett ki, és eddig nem vették észre. Egy recept letépett darabja volt, amely digitalint írt elő. Zsebre hogy később visszaadhassa Mrs. Clappertonnak. Bizony! folytatta az agg utas. Utálatos nő! Emlékszem egy ilyenre púnából, még 87-ből. Kitekerte valaki a nyakát? érdeklődött Poirot. Az öreg úr bánatosan ingatta a fejét. Egy év leforgása alatt sírba vitte a férjét. Klapertonnak a sarkára kéne állnia. Túl sokat enged meg a feleségének. Mála van a buksa, mondta komoran poáró. Ha ha, 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 kuncogott az öreg úr. Jól összefoglalta a lényeget. Nála van a buksa, ha, ha, ha. Két lány rontott be a dohányzóba. Az egyik szeplős és kerakarcú volt, fekete haját összekuszálta a szél, a másik szintén szeplős, de göndör a barna hajú. – Mentő akció, mentő akció! – kiabálta Kitty Muni. – Pem és én meg fogjuk menteni Klaperton ezredest! – A feleségétől! – léhegte Pamela Kriegen. – Az ezredes olyan drága! – Az a nő meg borzalmas! Sose hagyja békén! – kiabálták mindketten. És ha az ezredes épp nem vele van, akkor folyton lecsap rá az a Henderson nevű nő, aki egyébként egész rendes, csak hát iszonyú öreg. Vihogva kirontottak. Mentő akció, mentő akció! Hogy Klaperton ezredes megmentése nem elszigetelt akció volt, hanem állandó célkitűzés, még aznap este kiderült, amikor a 18 éves Pem krígen oda sündörgött poáróhoz és a fülébe súgta. Figyeljen bennünket, Mössziő Poáró! Elhalásszuk az orra elől, és kivisszük sétálni a hold fényes fedélzetre. Klaperton ezredes éppen azt mondta. Megengedem, a Rolls royce lakára ára van, de gyakorlatilag egy életre kitart. Az én kocsim például, az én kocsim John. Mrs. Clapperton hangja éles volt és átható. Az ezredes semmi jelét sem adta a bosszúságnak e kellemetlenség miatt. Vagy hozzászokott már, vagy. Vagy? gondolta Poáró tűnődve. Hogy ne, drágám, a te kocsid? hajolt meg Laperton a felesége felé, és zavartalanul befejezte, amit mondani kívánt. Voilà! szekorapel pukkas a hib! gondolta magában Poáró. Pedig Forbes tábornok szerint Clapperton nem úri ember. Vajon mi az igazság? Valaki Bridget javasolt. Mrs. Clapperton, Forbes tábornok és egy héja szemű házas pár asztalhoz ült. Miss Henderson kimentette magát és kiment a fedélzetre. No és a férje? kérdezte habozva Forbes tábornok. John nem játszik, mondta Mrs. Clapperton. Nagyon bosszantó, a négy játékos keverni kezdte a lapokat. Pem és Kitty odament ment Klaperton ezredeshez. Két felől karon fogták. – Maga velünk jön? – mondta Pem. – A felső fedélzetre. Süt a hold. – Ne légy ostoba, John! – mondta Mrs. Klaperton. – Még megfázol? – A mi társaságunkban ugyan nem – mondta Kitty. – Nekünk forró a vérünk. Az ezredes nevetve kiment velük. Poirot észrevette, hogy Mrs. Clapperton a két treff bemondása után elmulasztott licitálni. Kivallagott a sét a fedélzetre. Miss Henderson a korlátnál állt. Várakozóan nézett hátra, amint odalépett hozzá, de aztán elkedvetlenedett az arca. Társalogtak egy darabig. Azután, amint Poirot elhallgatott, Ellie megkérdezte. Min gondolkodik? Az angol tudásomon merengtem, válaszolta Poirot. Mrs. Clapperton azt mondta, John nem játszik. Nem azt kell mondani ilyenkor, hogy nem tud játszani? A személy elleni merényletnek tekinti, hogy nem játszik, felelte elli szárazon. Az az ember nagy ostobaságot művelt, amikor feleségül vette. Poáró elmosolyodott a sötétben. Az nem is fordult meg a fejében, hogy esetleg sikeres a házassága? kérdezte félinken. Egy ilyen nővel, Poirot vállat vont. Igen sok visszataszító nőnek van rajongó férje. A természet rejtéje ez. El kell ismernie, hogy semmi sem ingerli fel, amit a hölgy mond vagy csinál. Miss Henderson éppen a válaszon törte a fejét, amikor Mrs. Claperton hangja sodródott ki hozzájuk a dohányzó ablakán. Nem, nem hinném, hogy játszom még egy Robert. Olyan rossz itt a levegő. Felmegyek, szívok egy kis frisset a felső fedélzeten. Jó ét! mondta Miss Henderson. Én lefekszem. Azzal el is tűnt. Poirot előre sétált a társalgóhoz, amelyben csak Laperton ezredes és a két lány tartózkodott. Kártya trükköket mutatott nekik, s látva milyen ügyesen keveri és szórja a lapokat, poárónak eszébe jutott a tábornok meséje a varieté karrierről. Látom, szereti a kártyát, noha nem – jegyezte meg. Van rá okom, amiért nem bridgezem, felelte Klaperton, és arcára kiült elbűvölő mosolya. Megmutatom, játszunk egy játszmát. Gyorsan kiosztotta a lapokat. Mindenki vegye fel a magáét. Nos, mit szólnak? Jót nevetett Kitty elképett arcán. Lerakta a lapjait, a többiek követték a példát. Kittinek csupa trefje, Poárónak körje, Pemnek kárója, Klaperton ezredesnek pedig pikje volt. Látják? mondta aki a partnerének és az ellenfeleinek bármilyen lapokat le tud osztani, tartsa távol magát a baráti játszmáktól. Ha túlságosan kezére játszik a szerencse, mindenféle csúnya dolgok is elhangozhatnának. – Na hát! – hápogott Kitti. – Ezt hogyan csinálta? Teljesen normálisnak látszott az egész. – A fürge kéz becsapja a szemet – mondta velősen Poáró. És rögtön észrevette, hogy az ezredesnek elváltozik az arckifejezése mint aki most döbbent rá, hogy kisé elővigyázatlan volt. Poirot mosolygott. A pukka sahib maszkja mögül egy pillanatra előbújt a bővész. Másnap hajnalban Alexandriába ért a hajó. Amint Poáró feljött a reggeliből, a két lányt indulásra készen találta. Klaperton ezredessel beszélgettek. Most kellene kiszállnunk, sürgette Kitty. Az útlevél ellenőrök mindjárt elhagyják a hajót. Ugye velünk jön? Csak nem engedi, hogy egyedül menjünk ki a partra? Borzalmas dolgok történhetnének velünk. Kettesben bizony nem tanácsolnám, hogy kimenjenek mondta mosolyogva Klaperton. De nem tudom, a feleségemnek van-e kedve hozzá se baj, mondta Pem. Legalább kipiheni magát. Klaperton ezredes bizonytalannak látszott. Határozottan foglalkoztatta a szökés gondolata. Azután észrevette Poárót. Ahó, Monsieur Poáró, kiszáll? Nem, azt hiszem nem, felelte Poáró. Én beszélek Edőlajnal, döntött Klaperton ezredes. Magával tartunk, mondta Pem, rákacsintott Poáróra. Talán rábírhatjuk, hogy jöjjön velünk, tette hozzá komoly képpel. Klaperton ezredesnek tetszett az ötlet, határozottan megkönnyebbültnek látszott. Akkor gyerünk, mondta könnyedén. Hármasban elindultak a B fedélzet folyosóján. Poáró, akinek Klapertonékkal szemben volt a kabinja, merő kíváncsiságból követte őket. Klaperton ezredes kisé idegesen bekopogott a kabinajtón. Edylány, kedvesem, felkeltél már? Mrs. Klaperton álmos hangja felelt odabentről A fenébe is, mi van már megint? John vagyok, nem akarsz kijönni a partra? Eszemben sincs! A hang éles volt és határozott. Nagyon rossz éjszakám volt, ágyban maradok. Pem gyorsan közbeszúrta. Jaj, Mrs. Clapperton, annyira sajnáljuk, úgy szerettük volna, ha velünk tart. Biztos, hogy nincs kedve hozzá? Egészen biztos. Mrs. Clapperton hangja még élesebb lett. Az ezredes elfordította az ajtógombot, de eredménytelenül. Mit csinálsz, John? Az ajtó zárva van, nem akarom, hogy az csúárdok itt lábatlankodjanak nekem. Bocsánat, drágám, bocsánat, csak a bédekeremet szeretném kihozni. Hát nem viszed ki, csattant fel Mrs. Clapperton. Nem fogok ezért felkelni az ágyból. Menj innen, John, hagyd békén. hogy ne drágám. Az ezredes elhátrált az ajtótól. Pem kitti Kitty körülfogta. Induljunk rögvest, még jó, hogy a kalapja a fején van. Szent Isten, ugye az útlevelét nem hagyta a kabinban. Ami azt illeti, a zsebemben van, Kezdte az ezredes. Kitty megszorította a karját. Hála a magasságosnak! kiáltotta, menjünk már! Poirot a korlátra könyökölve nézte, ahogy hármasban elhagyják a hajót. Halk hallott maga mellett, és arra fordulva Miss Henderson pillantotta meg. A hölgy szeme a három távolodó alakra szegeződött. Szóval partra szálltak, mondta szintelen hangon. Igen, ön is megy. Poáró észrevette, hogy széles karimájú kalapban van, kezében elegáns retikül, lábán finom cipő. Kifejezetten partra szálló külsőt mutatott, ám a nő egy pillanatnyi habozás után megrázta a fejét. Nem, felelte, azt hiszem maradok. Leveleket kell írnom. Megfordult és távozott. A reggeli 48 köre után lihegve Forbes tábornok foglalta el a helyét. Áh! – Kiáltotta felfigyelve a távolodó ezredesre és a két lányra. Tehát erről van szó. Hát a hová lett? Poáró elmagyarázta, hogy Mrs. Clapperton az egész napot ágyban kívánja tölteni. Erre higgy -e? Unyorította a vén hatfi. Ebédre biztosan fel kell, s ha rájön, hogy a szegény ördög meglógott, lesz nebulas. Ám a tábornok jóslata tévesnek bizonyult. Mrs. Clapperton nem jelent meg ebédnél, és addig sem mutatkozott, amikor négy óra tájt az ezredes és kisasszony kísérői visszatértek. Poirot a kabinjában volt, és hallotta a férj bűntudatos kopogását a kabirajtón. A kopogás megismétlődött. Fordult volna az ajtógomb, végül hallotta, mint az ezredes a stewardot szólítja. Ide figyeljen, nem kapok választ oda bentről. Van kulcsa az ajtóhoz? Poáró gyorsan felkelt az ágyáról, és kilépett a folyosóra. A hír futó tűzként terjedt a hajón. Az emberek elszörnyedt hitetlenkedéssel hallgatták, hogy Mrs. Clapertont holtan találták az ágyában. Egy benszülött tör volt a szívébe döfve. A padlóján egy borostyán gyöngyfüzér hevert. egy plegykát követett. Minden gyöngyárúst, akit felengedtek a fedélzetre, előállítanak és kikérdeznek. Nagy pénzösszeg tűnt el egy fiókból. A bankók meg voltak jelölve. Nem voltak megjelölve. Vagyon érő ékszer mennyiséget loptak el. Egyáltalán nem loptak el ékszert. Már is letartóztattak ezt Csuárdot, aki bevallotta, hogy ő a gyilkos. Még az mindebből? kérdezte Miss Eli Henderson, amint fülöncsítte Poárót. Sápadt és aggodalmas volt az arca. Drága hölgyem, honnan tudhatnám? Dehogy nem tudja mondta Miss Henderson. Késő este volt. Legtöbben már visszavonultak kabinjukba. Miss Henderson a nyugszékekhez vezette Poárót, a hajó szélvédett oldalán. És most halljam! parancsolta. Poirot gondterhelten nézett rá. Érdekes eset ez, mondta. Igaz, hogy drága ékszereket loptak el tőle? Poirot megrázta a fejét. Nem, nem loptak el ékszert. Egy kis apró pénznek azonban lába kelt az egyik fiókból. Soha többé nem érzem magam biztonságban, hajón, mondta Miss Henderson megborzongva. Van valami nyom arra nézve, melyik kávébarna vadállat tehette? Nincs mondta Erkül Poáró. Ez az egész elég uh, különös. Hogy érti? csattant fel Eli. Poáró széttárta a kezét. Egy nézzük a tényeket, Mrs. Claperton. Legalább öt órája halott volt, amikor rátaláltak. Egy kevés pénz eltűnt. Ágya mellett a padlón egy gyöngyfüzér. Az ajtó zárva, a kulcs sehol. Az ablak, az ablak nem egy szokásos ökörszem ablak, a fedélzetre nézés nyitva van. Nos, kérdezte a nő türelmetlenül, nem tartja különösnek, hogy ilyen körülmények között kövessenek el egy gyilkosságot? Ne feledje, a képeslap árusokat, pénzváltókat és gyöngyárusokat, akiket felengednek a fedélzetre, a rendőrség egytől egyig jól ismeri. A sztjuárdok általában mégis bezárják az üres kabinokat, mutatott rá Ellie. Igen, hogy a lopásnak elejét vegyék, de ez. ez gyilkosság volt. Pontosan mire gondol, Monsieur Poirot? Feszült volt a nő hangja. A bezárt ajtóra gondolok. Miss Henderson eltöprengett ezen. Én semmi különöset nem látok benne. Az illető az ajtónál távozott, bezárta, és magával vitte a kulcsot, hogy a gyilkosságot ne fedezzék fel túl hamar. És ez okos dolog is volt tőle, hiszen egészen délután négy óráig nem fedezték fel. Nem, nem, mademoiselle, Ő nem érti, mire célzok. Engem nem azt foglalkoztat, hogyan jutott ki, hanem hogy hogyan jutott be. Természetesen az ablakon keresztül. C'est bár ahhoz elég keskeny, és ne feledje, folyton emberek járkáltak fel alá a fedélzeten. Akkor az ajtón keresztül, mondta Miss Henderson türelmetlenül. De emlékezzék csak, mademoiselle, Mrs. Clapperton belülről bezárta az ajtaját. Még azelőtt, hogy Clapperton ezredes délelőtt lement volna a hajóról. Megpróbált benyitni, tehát tudjuk, hogy ez volt a helyzet. Ostobaság valószínűleg beragadt, vagy nem fordította el eléggé a gombot. Nem csupán az ő szava a bizonyíték. Hallottuk, hogy Mrs. Clapperton közölte ezt. Ki hallotta? Miss Mooney, Miss Cregan, Clapperton ezredes és jó magam. Eli Henderson idegesen kopogtatta a fedélzetet elegáns cipője talpával. Néhány pillanatig nem szólt semmit. Majd Jim Besson azt mondta. És egész pontosan mire következtet ebből? Ha Mrs. Clapperton bezárta azt az ajtót, ugyanúgy ki is nyithatta, nem? Bizony, bizony, nézett rá mosolyogva poáró. És érti ugyebár, hogy ez mit jelent. Mrs. Clapperton kinyitotta az ajtót, és beengedte a gyilkosát. Tenne ilyet egy gyöngyárús kedvéért. Elri tiltakozott. Nem tudhatta, ki az. Valaki bekopogott, ő felkelt, és ajtót nyitott. Az illető pedig benyomult, és meggyilkolta. Poáró a fejét rázta. Ó, contraire! békésen feküdt az ágyában, amikor ledöfték. Miss Henderson rámerett. Mi az elképzelése? Poáró elmosolyodott. Nos, úgy fest, nem de, hogy ismerte azt, akit beeresztett. Úgy érti, mondta reket hangon Miss Henderson, hogy a gyilkos a hajó egyik utasa. Poáró bólintott. Minden erre val. – És a gyöngyfüzért figyelem elterelés véget dobták a padlóra? – Pontosan. – Ezért csenték el az apró pénzt is? – Bizony. Hallgattak, majd lassan megszólalt Miss Henderson. – Nagyon kellemetlen nőnek tartottam Mrs. Clappertont, és nem hiszem, hogy bárki kedvelte volna a hajón, de senkinek sem volt okorá, hogy meggyilkolja. – Kivéve talán a férjét, – mondta Poirot, – csak nem képzeli, hogy... Ellie elhallgatott. Ezen a hajó mindenkinek az a véleménye, hogy Klaberton ezredesnek ki kellett volna tekernie a nyakát. Azt hiszem, ezzel a kifejezéssel éltek. Ellie Henderson várakozó ránézett. De meg kell mondanom, folytatta Poáró, a jó ezredes részéről semmi jelét nem láttam az elkeseredésnek, s ami még fontosabb, a van. Egész nap együtt volt azzal a két lányjal, és négy óráig vissza sem tért a hajóra. Akkor már Mrs. Clapperton több órája halott volt. Újabb hallgatás következett. Eli Henderson szólalt meg halkan. De maga mégis azt hiszi, hogy az egyik utas tette? Poáró meghajtotta a fejét. Eli Henderson hirtelen felnevetett. Nem törődöm, dacos nevetés volt. Nehéz lesz bizonyítani az elméletét, monsieur Poirot. Rengeteg utas van ezen a hajón. Poáró meghajolt. Hadd éljek az önök detektív történeteiből vett fordulattal. Megvannak a módszereim, Watson. Másnap este vacsoránál minden utas egy gépelt papírszeletkét talált a tányérja mellett, amelyen arra kérték, 8.30-kor jelenjen meg a központi társalgóban. Amikor a társaság összegyűlt, a kapitány fellépett az emelvényre, amelyen rendszerint a zenekar játszott. Hölgyeim és uraim, mindjárt tudják, micsoda tragédiára került sor tegnap. Bizonyára szívesen segítenének, hogy a e Sörnyű gaztett elkövetője az igazságszolgáltatás kezére jusson. Elhallgatott, megköszörülte a torkát. Itt van köztünk a hajón a messziő Erkül akiről valószínűleg mindenki tudja, hogy széles körű tapasztalatai vannak ezen a téren. Remélem figyelmesen végighallgatják, amit mondani fog. Ebben a pillanatban lépett be Klaperton ezredes, aki nem vett részt a vacsorán, és leült Forbes tábornok mellé. Olyan embernek festett, akit lesújtott a gyász. Semmiképp sem olyannak, aki nagy megkönnyebbülést érez. Vagy kitűnő színész volt, vagy őszintén szerette kellemetlen feleségét. – Monsieur Erkül Poirot? – mondta a kapitány, és lelépett az emelvényről. Poirot elfoglalta a helyét. Mulatságosan fontoskodónak tűnt, ahogy rámosolygott a közönségre. – Monsieur, midám, kezdte, igazán kedves, hogy meghallgatnak. Monsieur le Captain, már közölte önökkel, hogy van némi tapasztalatom az efféle ügyekben. És való igaz, van is egy apró ötletem, hogyan lehetne a mélyére ásni ennek a bizonyos esetnek. Jelt adott? Mire egy Stuart oda gördített egy lepedővel letakart, nagy, alaktalan tárgyat. Amit most csinálni fogok, egyeseket talán meglep majd, figyelmeztetett poáró. Arra gondolhatnak, hóbortos vagyok, de tám bolond. Ám biztosíthatom önöket a bolondságomban, ahogy önök angolok mondják, van rendszer. Tekintete Miss Hendersonra vándorolt. Elkezdte lehúzni a lepedőt az alaktalan tárgyról. Íme, misszió, mi dám, egy fontos tanú arra nézvést, kigyilkolta meg Mrs. Clapertont. Fürge mozdulattal lerántotta a leplet, és láthatóvá vált egy majdnem életnagyságú fabábú, csipke galléros bársony ruhába öltöztetve. És most, – Artur! – mondta poáró, és a hangja észrevétlenül elváltozott. Már nem idegenes volt, hanem magabiztos, enyhén koknis színezetű. – Hadd halljam, ismétlem, hadd halljam, tudsz-e bármit is Mrs. Clapperton haláláról? A bábú nyaka hullámzani kezdett, állkapcsa leereszkedett, mocorgott, s egy éles női hang így szólt – – Mi csinálsz, John? Az ajtó zárva van. Nem akarom, hogy az csuárdok lábatlankodjanak itt nekem. Kiáltás hallatszott. Egy szék felborult. Egy férfi imbolyogva, torkát markolászva felállt, mintha beszélni akarna, mintha… Aztán az alak hirtelen összeroskadt. Elvágódott a padlón. Klaperton ezredes volt az. Poáró és a hajóorvos feltérdelt a heverő alak mellől. Ennek bizony vége, a szíve mondta kurtán az orvos. Poáró bólintott. A megrázkódtatástól, hogy lelepleződött a trükkje mondta. Forbes tábornok felé fordult. Tábornok úr, öntől kaptam egy értékes utalást, amikor a varieté színpadot említette. Töprengek, gondolkodom, egyszer csak megvan. Hát, ha hasbeszélő volt Clapperton a háború előtt. Ez esetben tökéletesen lehetséges volna, hogy hárman is hallják beszélni a kabinból Mrs. Clappertont, aki akkor már nem élt. Eri Henderson mellette állt. Sötét szeme tele volt fájdalommal. Tudta, hogy beteg a szíve? kérdezte. Kitaláltam, Mrs. Clapperton a saját gyenge szívét emlegette, de hát ő az a fajta nő volt, aki szereti, ha betegnek hiszik. Azután találtam egy fecsnit, egy recept részét, amely nagyon erős adag digitalint írt elő. A digitalin szívgyógyszer nem lehetett Mrs. Clappertoné, mert a digitalin kitágítja a pupillákat. Ilyesmit nála soha sem tapasztaltam, ám amikor az ezredes szemébe néztem, rögtön felfigyeltem erre a jelenségre. Tehát számított rá, hogy ez lesz a vége? Mormolta Eli. Így a legjobb. Nem gondolja, mademoiselle? Mondta szeréden poáró. Látta, hogy könyv tolul a nő szemébe. Maga tudta, mondta Miss Henderson. Maga mind végig tudta, hogy kedveltem, de nem miattam tette. Az a két lány, a fiatalságuk rádöbbentette, rabszolga mi voltára. Fel akart szabadulni, mielőtt még késő lenne. Igen, bizonyos vagyok benne, hogy így volt. Mikor jött rá, hogy ő tette? Túlságosan tökéletes volt az önuralma, felelte egyszerűen Poáró. Akármilyen sértőn viselkedett a felesége, fel se vette. Ez pedig vagy azt jelentette, annyira megszokta már, hogy nem is érzi, vagy, egy bien, én egy másik változat mellett döntöttem, és igazam volt. No és persze ott volt az is, ahogy szinte tüntetett a bűvész képességeivel. A büntény előtti este úgy tett, mint aki elárulta magát. Csak hogy egy ilyen ember, mint Klaperton, sohasem árulja el magát. Meg volt rá az oka. Amíg az emberek bűvésznek hiszik, fel sem ötlik bennük, hogy netán hasbeszélő volt. És az a hang, amit az előbb hallottunk, Mrs. Clapperton hangja? kérdezte a nő. Az egyik stewardess hangja hasonlít hozzá. Rávettem, hogy rejtőzzék el a színpad mögött, és betanítottam a szövegére. Tehát trükk volt, kegyetlen trükk, kiáltotta elé. Én nem helyeslem a gyilkosságot, jelentette ki Erkül Poáró. Végi mesékre emlékszel még? Volt egyszer rég, volt egyszer rég, Szép tavaszon ragyogott fenn az ég. Volt egyszer rég, egyszer rég. Ó, hogy miért nem mesélsz már nekem? Boldog idők soha nem feledem. Hallani vélem, a hangodat még volt egyszer vég, egyszer vég.